Ebben a videóban a virágpor fogyasztásáról, összetevőiről és terápiás hatásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A virágpor a méhek fő tápláléka, tele van fehérjével, vitaminokkal, eszenciális zsírsavakkal, ásványanyagokkal, nyomelemekkel, polifenol vegyületekkel, enzimekkel, illetve hasznos gombákkal és baktériumokkal. Kvercetin, zeaxantin, likopin, karotinoidok, 14 fajta zsírsav, az összes vitamin több mint 250 féle vegyületet tartalmaz. A virágpor az egyik legtáplálóbb és legösszetettebb ember által is fogyasztható étel, ami képes lehet akár önmagában az embert életben tartani éveken át. Rengeteg állatkísérletet végeztek, például patkányokon, ahol két részre osztották őket, és egy éven át az egyik patkánycsoportnak hagyományos ételt adtak, míg a másiknak csak virágport, és a virágporos csoport teljesen normális fejlődést mutatott. Ez a második patkánycsoport, akik ugye csak virágporon éltek, ráadásul végül hosszabb ideig maradtak életben, és sokkal jobb egészségi állapotban voltak az első csoporthoz képest. A virágpor egy szuper élelmiszer, amely szinte önmagában képes teljes körülön ellátni az emberi szervezetet a szükséges makro- és mikrotápanyagokkal. A legnagyobb ereje az antioxidáns kapacitásában rejlik, kb. 1 g virágporban 15 mg polifenol van jelen, tehát mondjuk napi 10 g bevitelével 150 mg természetes formában lévő polifenolt fogyaszthatunk. A természetből származó ételek közül a valaha mért legmagasabb orakértéket, az orakértéken mérik az ételek antioxidáns kapacitását, egy vadon termő virágpor esetén mérték. A virágport nagyon egyszerű fogyasztani, akár önmagában is ehetjük, naponta 1-2 evőkanállal, egy csapott evőkanál kb. 10 g virágport tartalmaz. Keverhetjük gyümölcstúrmixokba, süteményekbe, keverhetjük mézbe, reggeli növényi italokba. A virágporból létezik vegyes virágpor, leginkább ez kapható itthon, illetve ha a méhek egy adott növénytermő területről gyűjtik, monovirágpornak nevezzük. Ilyen például a galagony, a hárs, a fűz vagy a szilva virágpor. Ha a méhész kiszárítja a virágport, sajnos a legtöbb méhész ezt teszi, szárított virágpor lesz belőle, a ki nem szárított virágport, amit méhűtőben kell tárolni, ez ugye a nyers virágpor. Ez a virágpor eredeti állapotában van, tehát nincs semmilyen eljárásnak ugye kitéve. A virágpor tele van flavonoidokkal, antocianidokkal, bétakarotinnal és más karotinoid vegyületekkel. Ezek az antioxidáns vegyületek hatékonyá teszik a virágport, a szív- és érrendszer, a máj, a hasnyálmirigy és a bélrendszer állapotának a javítására, a belegben a gyulladás csökkentéshez és áteresztő bélszindrómára is. Hasznos a virágpor bevitele magas vérnyomás, meszesedés, infarktus, szívritmus zavarok esetén, illetve elzsírosodott májnál. A máj és a beleg funkcióinak javításán keresztül egy hatékony méregtelenítővé is válik. Elsősorban a rutin tartalma által megerősíti a vékony hajszálereket, csökkenti ugye a vérzés lehetőségét a vékony erekben, ezért nagyon hasznos a bevitele például vízszerek esetén. A magas és ugyanakkor jól hasznosuló növényi fehérje, azaz ugye aminosabb tartalma, előnyös az agyunk és az idegrendszerünk számára, mivel a neurotranszmitterek előállításához aminosavak kellenek. Dopamin, szerotonin, adrenalin, endorfinok, acetilkolin. Ha nem elég jó az emésztésünk, nem elég erős a gyomorsav, de van rombolva a bélflóra, nagyon hasznosak az olyan fehérje források, amelyekből az emésztőrendszerünkön keresztül a testünk könnyen hozzájut az aminosavakhoz. A virágpor egy ilyen étel. 25-30% fehérje. A virágporban a fehérjék teljes körűen vannak jelen, más az agyunk számára fontos vitaminokkal, zsírsavakkal és antioxidánsokkal együtt. A virágpor hatékony hisztamin csökkentő, ezért ajánlható mind pollen, mind ételallergia esetén. Allergia ellenes hatásaiért a benne lévő flavonoidok és enzimek a felelősek elsősorban. A virágpor egy természetes antibiotikum, erős ösztrogén ellenes hatásai vannak, csökkenteni tudja a kobalt, az iridium és a rádium szintet a sugárkezelések esetén. Ha szeretnénk hosszú, egészséges életet élni, és meg kell határozzuk azt a 10 ételt,
amit rendszeresen fogyasztunk, a virágpor és a méhpempő garantáltan benne kell legyen ebbe a 10-es listába. Ha erős pollenallergiánk van, mindenképpen legyünk óvatosak a virágporral, első alkalommal csak egy-két szemet fogyasszunk belőle, és figyeljük meg a hatásait a testünkre, a szervezetünkre. Van, akinél nincsenek tünetek, és vannak, akiknél erős reakciót válthat ki. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a virágporról, kedved, lájkold a videót, és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.